Minecraft, mobok. Szerintetek melyik a legidegesítőbb? Ebben a Survivor részben minden, ismétlen minden Minecraft mobot be fogunk zárni egy múzeumban. Pontosan 70 darabot kell összegyűjtsünk, kivéve a sárkányt és a vitert, mivel ezek bosszok, na meg a bosszancsot. Ezek egyszerűen nem hagyják abba a válhekkelést, így lehetetlen bezárni őket. De rajtuk kívül az összeset be kell szerezzük, a legidegesítőbbeket is, na meg a Warden bácsit is. Ez bizony egy zseniális ötlet, ami több hetet vett igénybe, hiszen rengeteg munkát igényelt, na meg pár darab agysejtet is. Szóval, ha majd egy kicsit is tetszik neked, akkor léci fejedbe feljatkozást. Kezdjük is el. Elsősorban elővettem a szuper baltámat, ugyanis a telkem mellett fogom felépíteni ezt a múzeumot, szóval meg kellett kopasszam ezt a hatalmas erdőt. Elkezdtem építeni az ösvényeket, az utakat, na meg persze a kis kamrákat, amiben mobokat fogjuk begyűjteni. Mire a semmiből egyszer csak megjelent egy vándorkereskedő és a lámái. Kérdés nélkül be is fogtam őket és el is neveztem, bevittem szépen őket a helyükre, és kettő már meg is van. Folytattam az építkezést, csináltam külön egy nether szekciót is, ahová csak is a nether mobok kerülnek majd. Amikor egyszer csak észrevettem, hogy egy enderman csövel a házamon, azt is egyből csapdába ejtettem, és kérdés nélkül beraktam a helyére. A poén az, hogy kb. 3 napja játszottam, mire teljesen kész lett a múzeum, de már 3 mob a helyén is volt, mire a többiek felléptek a szerverre. Amúgy Zümi, nekem van egy gondolatom. Első mobok legyenek a fan. Né, na meg is jelentek, ennyi látod, hogy csak kellett szóljak neki. Hello boys! 3 is van. Jó, most be kéne jöjjön. Azaz. Lök be, üsd be. Üveget be, üveget! Azaz, köcsök, megvagy, easy! Az első 4 elég könnyen megvolt. Aztán megláttunk egy creepert. Hát majdnem valósult el. Mennyi? Zárd be. Nem sikerült, okos! Mekkora szar! Nem! Gyere. Még akar? Kit akar? Engem akar! Ahogy bementél, rakom be. Várjál, menj, még ne rakjál blokkot, ne rakjál. Bent van. Meg volt pár nehéz mob, de mivel haladni szeretnénk, úgy döntöttünk, hogy pár könnyűt ledarálnánk az elején, mint például a disznót. Ó, szia disznó! És gyerekek, a csupasz macska bent van a helyén. Szia Lajos! A csirkét, a tintahalat, a tehenet, a méhecskét, a macskát, és legyen még például a kutya. Róka... Itt van, nem? Mit csináltál a kutyával? Miután István kigittelt egy kutyát, elment ismét több ezer blokkra keresni egy újat, közben még egy idegesítő harcba is keveredett. Lejön a víz alá az a szor! Jó, hogy rossz meg az... Mire már rengeteg szerencsétlenkedés után valahogy hazahozza mérgesen, még úgyhogy meg se lehet szelidíteni már, amire elfelejtettük, hogy Züminek egy arzenálja van, és kutyából is egy tonnányi van. Van kutyám, van 8 kutyám a házban, szóval halál! Jó... István szegénynek a munkáját most egy klikkel elintézted. Esküszöm, minden olyan magányosnak tűnik ebben a szürke szobában. Mivel eljött az éjszaka, folytattam a zombival, ha már egybe úgyis belebotlottam. Nagyon ügyes. Megvan. Következhetett a vasgólem, amit csak össze kell rakni 4 vasból és egy tökből. Itt van a következő is, a snowgolem. Hát nem, csoda, nem jössz. Új, ki akart lógni egyből. Tetszik ez a mó? Nagyon szép ki, brátágnak. Rávettük magunkat, hogy megszerezzük a csontvázlovat, ami szerintem az egyik legritkább mob a játékban, de aztán eszünkbe jutott, hogy valamikor Zümi hazahozott párat, szóval oltári nagy szerencsénk van ezzel. Szerencsére még a maradék ló mellett egy szamár is deck volt, úgyhogy ezt is örök fogság várja majd. Engem hagyj vigyem én utolsó körére, ha már ott fog raboskodni élete végéig. Hoppá, adtam neki aranyrépet. Az azt jelenti, hogy d***kar. Gyere ide, Alex! Egyébként én és Zümi ezzel haladtunk a múzeummal, és már ezzel egész végig egy bárányt és egy szamarat húzott hazafele, konkrétan az agyvize fort annyiszor elszakadt a póráz. Hú. Mi a ez a játék egy szar. Mire nagy nehezen hazaért, akkor realizáltam, hogy amúgy szamarunk van már. De pont egy fekete bárány kellett hozzá. Na! Tudod, mennyit szenvedtem vele, hogy idehozzam feketét? Jó, most már megtisztult! Itt már készen van egy csarnok. Azt kell mondjam, hogy eddig nagyon jól haladtunk, csak ne tudjátok meg, hogy a későbbiekben milyen nehézség lesz például a delfint, a gasztot, meg a Wardenről, nem is akarok beszélni. Skeleton van, skeletonunk már nincs. Gyere, csonti! Menj befele! Jó, megvan. Rohadjanak kettő! Legyen még valakinek feje! Egész jól haladtunk, szépen lassan jöhettek a bonyolultabb mobok, mint például ez a zűrcsögő zombi, amit itt a közelben a vízben találtam és furtam neki egy lyukat, majd onnan akartam felszivattyúzni a kamrájába. Halleluja! Bent van a helyén ez a vízbe full zűrcsögő, micsoda! Gratulálok, életszer teljesít. Aztán meglátogattam Klemi telkét és rájöttem, hogy neki egy csomó állata van, amire nem is tudunk. Azt rohadt itt, miért van ekkora lag? Mi ez a farm? Most az egyik jöttük az enyém. Melyik legyen az? Talán te legyen? Te leszel az? Gyere szépen! Gyere! Hogy kiugrott! Befele! Menjél! Otthon lovunk sehol nem volt, szóval Zümi elment több ezer kilométerre keresni egyet. Na! 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 Meghoztam a lovat!
Meg volt a ló, viszont szükségünk volt az összfére is, ami egy külön mobnak számít, szóval ideje volt szaporítani a szamarat és a lovat, hogy legyen összfér. Ezt is kipipálva, jó van, az összfért lovat kipipálhatod. Aztán meglátogattam egy közeli falut, hogy fogságba értsék egy falusit is. Befelé oda, ugye, de... Olyan szintű sebességgel megyek hazafele, hogy az egyszerűen felfoghatatlan. Nem jössz ki, hülye falus! Ott szégyeld el magad, fordulj be a sarokba, fordulj be! Aztán Zümi random egy pokba belefutott, erre is szükségünk volt természetesen. Gyere, pók, gyere! Jó. Ne! Ó, majd jöhetett az Endermite, az a lényeg, hogy az Ender pörlöket csak spamelni kell a földre, és majd random egyszer egy Endermite megszületik belőle. Jöhetett az egyszerű vízi világ, mint például a lazac. Aztán indultam volna a gömbhalat, meg Axolot tud szerezni, amikor egyszer csak Zümi mondta, hogy várjak egy kicsit, mert lehet, hogy neki van, és tényleg volt gömbhal vödörben, és Axolotl is vödörben. Nem tudom, honnan szerezte, nem is érdeke, az a lényeg, hogy megvan. És pár acsejtünk megmaradt, mert ezeket gyorsan be tudtuk tenni a helyükre. Szia kicsi Axolotl, de cuki volt. Aztán még gyors szedtünk tőkehalat, és természetesen a trópusi halat sem felejtettük el. Jó, itt a trópusi, igen jó, meg itt a tőkehal. Én amúgy lehet, hogy hazaviszem a halakat, azt tartok egy kula szünetet. Ő is megvan. Eddig volt jó világ. Ugyanis a legtöbb alapmobot megszereztük, szépen lassan következhettek az ellenséges és agysejt romboló mobok, mint például a boszorkány. Nem mind dobigáld a hülyeséget, gyere szép. Mérgezés dob, ami 5000 évig tart, és... Én nem bírom ezt a boszorkányt berakni a helyére, esküszöm! Fehéret találtam. Ne, a lovamat is ledobta! Gyere, ma saját magadat ledobott, te idióta! Megvan a boszorkány! Egyébként az előbb, mikor püföltem ezerrel a billentyűzeten, bizonyára nem vettétek észre, hogy István egy bányapókot hozott haza, de nem is lenne semmi extra, kivéve csak annyi, hogy amikor elindult érte, én és Zümi begyűjtöttünk vagy kb. 14-15 mobot, mire Istvánnak csak ezt az egyet sikerült. Nézzük is meg, hogy pontosan miért. De se lehet beizélni. Ezt így kéne hazavigyem? Hát igen, most jött rá, hogy nem lehet pórázzal megkötni az ilyen fajta mobokat. Na mindegy, először egy csomó időt elpazarolt arra, hogy csinálni egy liftet, vagy szépen így a pókot a felszínre visz, és úgy gondolta, hogy csónakba majd hazakerül. Csak hát a fantomok őt se hagyták végül. Édes már. Nem hiszem el. Második alkalommal csak egy szimpla lépcsőt csinált felfele a bányából, hogy majd úgy kövesse ki a pók. Üssél meg! No, nem egy kis cuki vagy, ne gyere! Ugorj rám! Ezzel a módszerrel nem is lenne semmi baj, mert idővel hazaért volna, csak hát a pók így is megdöglött. Üvegből. Alex! Gratulál is már rajtad maradt a tüskés mellvért. A harmadik alkalommal megint a liftes módszert választottad, de egyszerűen a pók belefulladt a vízbe. Aztán a negyedik próbálkozásra most mellvért nélkül próbálta meg, hogy a pók hazáig kövesse, és hát úgy néz ki, hogy sikerre járt. 7 órába telt Istvánnak ezt a módot idehozni. Milyen érzés? Többször nem megyek le a bányába, hanem elvágom a torkam, jó? Ezután jöhetett a papagáj, Istvánnak a házában már régóta van amúgy is egy, szóval legalább ezzel sem kellett bajlódni, és elég gyorsan megvolt. És életed végig itt rohadsz meg. Nem is már egy ideje fellépett a szerver, és úgy döntött, hogy rókát fog hazahozni. Hozom a rókát! Nem! Hát ki gondolta volna, hogy az sem lesz olyan egyszerű neki. Jó, és gratulálok, Klemi! Hozzájárultál egy mobbal a kollekcióhoz! Következett a panda, amiért Zümi elment több ezer blokkot egy dzsungelbe, igazából tudom, semmi extra az a több ezer blokk, igaz? Aztán én is elrepültem, hogy lámát keressek, de belebotlottam egy kecskébe. Érted, hogy túl messze vagyunk? De kecske! Milyen szépen jön a kecske utána. Na ez egy engedelmes áll. Ez az, van kecskénk gyerekek, azt a milyen cuki. Ez is megharagult rám és a sarokba fordult. Aztán megint észrevettünk egy csontvázat, és gondoltuk, hogy megcsináljuk a kóborlót, ami elég egyszerű, az a lényeg, hogy porhóba kell csalni a csontvázat, pár perc az egész, és egyszerűen átalakul. Jó, megfagyott, tesze némtek, easy win. Eközben István ismét kalandozott és talált jeges medvét, nyilván úgy döntött, hogy hazahozza, de nem csak egyet, hogy egész familiát hozza. István, mi ez a három medve? István, kiástam. Onna, de a fantomok úgy ***ák az agyam, esküszöm. Headshot. István! Nem hiszlek, de szaros! Meg fogok halni! Gyere ki! Ezt te látod, hány próbál engem meg... Ebből. Egy csomó szerencsétlenkedés után nagy nehezen a jeges maci is a helyén. Jöhetett a fénylő tintahal is, gondoltam, hogy leások itt a kamrája alatt, elvileg leggyakrabban ilyen vízi bányákba spannol, úgyhogy ott is kerestem. Itt van, megvan, ennyi, easy win. De befér. Nice, meg is vagy. Most már a miénk vagy örökre. Eszünkbe jutott, hogy a teknőst is meg kéne szerezni, aztán Zümi ismét szólt, hogy várj, hát nekem teknős tojásom is van valahol valamelyik ládámban, és tényleg volt nyomva 13 darab teknős tojáson, nem tudom honnan, nem is érdekel, de a lényeg, hogy lerakta és kis idővel meg is született a teknősünk. Mielőtt neki fognánk a
legnehezebb és legagytekerőbb teremtményeknek. Arra gondoltam, hogy a Nether Múzeumot is ideje elkezdeni végre. Szóval kezdtük a két legkönnyebben, mint a zombi malacsal, egyszerűen megütöd és követ egy csorda. De ne a kicsikék, ne a kicsikék, egy nagy... Jú! Megvan az első Nether mob. Milyen érzés az első Nether mobnak lenni? Következhetett a piglin, az is ok nélkül követ, mert le akar csapni, de hát nem tudja, hogy múzeumba fog menni. Oda mennyi az aranyra? Mennyi be az aranyra? Ne szívj fel az aranyat, István! Hadd becsülje meg! Hadd becsülje. Eközben István visszament a rendes világba, és tiszta véletlen belebotlott egy falusi zombiba. Itt egy zombi falusi. Belelököd. Azaz benne van, vigyed. Nagyszerű. Ha, ez mi kalózis? Félszemű. Eközben Clemmy elment az endportál fel, amit kiépítettünk, és ő úgy döntött, hogy ezüstmollyal fogja bővíteni a múzeumot. Clemmy, hova lett? Clemmy, hova lett? Nem tudom. Mi történt? Na csak annyi történt, hogy buták vagyunk és berágta magát a téglába. Ezért gyorsan a kamrát lebontottunk, agyaggal helyettesítettem a téglát és probléma megoldva. Voilà! Az ezüst ma is ott a helyén. Na most erre a koordináta felé gyertek és látni fogtok az égen egy nagy darab szart. Eljött a pillanat. Rávettük magunkat, hogy az egyik legidegesítőbb, legirritálóbb, legbosszantóbb, legnyugtalanítóbb, legdühítőbb, legtenyérbe mászó bobot megszerezzük, ami nem más, mint... Delfin. Most biztosan kérdezhetitek, hogy hát mi a delfin, az mitől egy nehéz mob? Nem is támad, barátságos, cuki, aranyos, meg minden, mi a baj azzal? Első probléma, hogy elég ritka és csak az óceánokban spannol, ami több ezer blokkra van a múzeumtól. Szóval először rengeteg időn át kerestük, amikor végre egybe Zümi belefutott. Be is fogta pórázzal meg minden, de jön a második probléma. Mivel reptetni veszélyes, mert akármikor elszakad a póráz és megdöglik szegény, ezért Zümi arra gondolt, hogy épít neki egy utat, konkrétan belefúrva a földbe, amit folyamatosan vízzel táplál, mert ennek a szerencsétlennek víz is kell, hanem megfullad. Ne. Te idióta. Jól láttátok, ez a delfin bizony nagyon el akart szökni. Ezért építettük egy hatalmas rudat, amin keresztül is szépen lassan sétálva, lógatva hazavisszük. Elég hülyén néz ki, tudom, de itt talán nem ugrál jobbra-balra össze-vissza és nyugton marad, közben-közben hidratálni kell és szépen lassan hazavin. Hidratálj, mi nagyon fontos, tudjuk. Rányomtam jobb klikkel. Bolyan a szóval. Nem mondod. Jaj, de ez most hogy esett le? Hát, nem volt más választásunk, vissza kellett menjünk az óceánhoz, de konkrétan fél órán keresztül nem találtuk meg a következő delfineket, egyszerűen nem hittem el. Delfin! Na de most, hogy megvan a következő alany, ugyanaz a taktika, szépen lassan megyünk, hidratáljuk és boldogan hazaérünk, amíg meg nem halunk, igaz? Kapott tüzet? Igen, kapott, hogy... Gyere! Jaj, ne! Nem! Nem! Ezt nem mondod. Itt kilépek ebbe a szent helybe, és majd innen folytatom. Most vagy soha eldöntöttük, hogy már végleg be akarjuk fejezni ezt a delfin projektet. Zümi szerencsére talált nem soká kettő darabot is. Kettő is? Hadd ide! Jó. És akkor kezdhettük előre. Ismét fel kellett mászunk a toronyra. Nézzük, beakad a blokkba a boldogtalanul. De mi? Ez mi? Oké, miután megtörtént ez az incidens, úgy vigyáztunk arra az egyszem delfinünkre, ami maradt, mintha az atya úristen lenne. Szóval akarom mondani, kilőttem minden fantomot, útközben szépen lassan haladtunk, hidratáltunk, meg minden jól haladt. Egyelőre. Nem jön be, olyan hülye. Ez hülye, menj már be! Hát így jó? Már bejön, hogy nem kell ezért szarni. Megvan a delfin, el se hiszem, hogy mennyit szenvedtünk vele, te, igen, hozzád beszélek, értesz te magyarul? Ezután én kicsit kiégtem, de Zümi még fennmaradt játszani, és pár viszonylag könnyű mobot meg is szerzett, mint például a békát, aztán megint elment a dzsungelbe, hogy hazahozon egy ocelotot. Ha ez nem elég, még valamikor lementett egy koordinátát, hogy elmenjen a gomba szigetre, hogy hazahozon egy gombatehenet. Én is aztán visszaléptem a szerverre, és eldöntöttem, hogy ismét az egyik legfrusztrálóbb mobot be fogom szerezni. A denevért. Hogy miért frusztráló? Hát azért, mert nem lehet belerakni se csónakba, se csillébe, de még meglasszózni sem lehet. Nem lehet ezt egyszerűen sehogy se irányítani saját kézzel. Egyetlen módszer, hogy addig blokkolod jobbról, balról, fentről, lentről, amíg nem tud sehova máshova repülni, csak a kamra fele. Aha, na azt nagyon elhitted, hogy te elfogod azt terelni. Tehát elméletben az a tervem, hogy leállok egy bányába, amíg denevért nem hallok. Addig fogom blokkolni visszafele, amíg vissza nem repül eddig. Itt van, megvan. Gyere már, ne
a falba néz. Én nagyon szívesen megmutatik minden felvételt, hogy mennyi időbe telt ez is, de nem szeretnék titeket untatni. Annyiszor kiszabadult, hogy egyszer éreztem, hogy a fejem felrobban, mert hogy így jöttem rá, hogy valamiért ez felfele egyáltalán nem akar repülni. Annyira kétségbe voltam esve, hogy megpróbáltam megbeszabotozni is, de az sem működött. Csináltunk neki egy vízi liftet is, de az se szívta fel, olyan, mintha egyszerűen oda lett volna ragasztózva a föld. Még az egyetlen ötlet, amit megcsináltunk, az, hogy dugattyút tettünk a blokkal, ahol ő volt, és egyszerűen egyesével felblokkolt. Nagyon hülyén néz ki ez is, de ez az egy módszer működött. Az a denevér, esküszöm, az agyamra ment. Most így, ahogy nézem, hogy ott pihen a kis köcsög, esküszöm, leütni. Következőképp gondoltuk, hogy a nedőt folytassuk, mégpedig a zoglinnal, amit viszonylag elég egyszerű megcsinálni, csak pórázzal be kell fogni egy rendes disznót. Át kell vinni a sima világba, ott átalakul, majd vissza a nedőrbe, és voilà! Nice! Következett a Hoglin, azaz a nedőrnek a normál nagy disznója. Nice! Megvan a Hoglin is! És ezután visszamentünk a rendes világba, ugyanis úgy döntöttük, hogy a következő nap livestreamelni fogjuk, hogy milyen mobokat fogunk be következőnek. Szóval aki ott volt illadásban, az emlékszik, hogy hogyan fogtuk be ezt az óriási bibajt. Nem! Mindjárt meghalok, most nézem! Ugyebár nagy nehezen berédeltünk egy falut, majd megvártuk, hogy ezek leszpanoljanak, és konkrétan csak a kamráig visszakergetnek, ahol bezártuk őket. Pontosabban ezt a bivajt, vagy pusztító, vagy mi a neve? Akkor bejön, le kéne rakni. Ne oda! Hát hova? Szerinted hova? Hát hogy? Úgy. Azaz, ügyes vagy. Nagyon jó. Na mi van, kis... Mi van? Mit akarsz? Aztán következhetett a bosszúálló, azaz a baltás fickó. Jó. Gyere. Nice! Halad a múzeum, csak másfél órába telt két mobot idehozni. Aztán lett volna még két különböző mob a raidből, csak véletlen megöltük az összeset, ezért majd később visszamegyünk a faluba és újra berédeljük. De azelőtt Zümi úgy döntött, ha már véletlen talált egy lámát, akkor az haza is hozza, több ezer blokkról, semmi extra, kit érdekel, de hazahozta, az a lényeg. Elnémtegeltem ezt a majmot, és bezártam. Én meg Klemi közben találtunk ilyen kiszáradt zombit, igen, ez is külön mobnak számít a Minecraft szerint. Szépen lassan ezeket is haza csalogattuk, amiközben jött egy nagyon érdekes Donate, meg hát az Iron Golem. Megetetlen pénzzel, fiam! Jaj, nem, most a... Fejelek a billentyűzetre, DSIHD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 H
Kirió, Vársa, Oai és Usaf, Safi, Safi, Osaf, Hyoji. Azaz te! Nem! Megöli a izé! Te hülye gólem! Nem! Nem hiszem el! Meg fog halni! Nincs hátralökése a gólemnek! Vedd ki a vízből! Vedd ki valahogy! Köszönöm szépen a donation-t és a billentyűzet befejezést, de látod, egyszerre jön a káosz! Egyszerre! A few moments later. Na, ennyit kellett volna csinálni. Aztán visszamentünk újra berédelni a falunkat, ugyanis a célpont az idéző bácsi volt, ami folyton ezeket a bosszancsokat spannolta le, egyszerűen hihetetlen mennyire idegesítőek voltak. Hala, menj rá! Az benne van! Jó, hagydod! Muszáj elmenj vele csónakkal valahol, a házadon vagy valahol el. Egyetlen reális módszer, amit láttunk, az az, hogy egy csónakba beleültessük, szépen csinálunk egy platformot, majd szépen lassan végigcsúsztatjuk a kamra fölé, majd beleejtenénk. Csak hát ez nem olyan könnyű, mint aminek látszik, mert ezek a kis genyók olyan sebeztek, mint a rohadt élet. Jó, ez nagyon sebb... Nem! Beleül ez a szar. Ki lehet nyírni? Ne! Ennyi már! Ezt látta valaki, ezt a timingot? Lovos lett a csávunk, Zümi, nehogy beleüss. El sem akartam hinni, hogy majdnem megöltem ezt a szerencsétlen, mert megütött az egyik bosszant. De egy csomó erőködés után valahogy a helyre be tudtuk tenni ezt az űrgét. A helyén van az idéző, hát nem cukorfa... Hagyj meg! A raidből még meghagytunk egy pillagert is, azt is ugyanígy egy csónakkal ezen a platformon végigvittük, azért ez egy kicsit könnyebb volt. Lőj valamit nagyon. Az micsoda, cson nélkül! Úristen, szerintem én most kitépem a hajamat. Aztán visszatértünk a Netherbe és rávettük magunkat, hogy a piglin verőlegényt is hazahoznánk. Nagy szerencsékre pár száz blokkra már is megtaláltuk a bázisukat. Feladat elméletben egyszerű volt, csak oda sétáltunk az egyikhez és elméletileg hazáig fog követni, feltehetően, ha nem döglünk bele. Gyere, üvegezz be egyből, üvegezz. Azaz, na mi van? Még eredményben ez könnyebben ment, mint gondoltam volna. Na de a következő. Szerintem itt vesztettem el a legtöbb agysejtemet. Aki ott volt a streamben, az pontosan tudja, hogy az utcsó fél órában a gáztal küzdöttünk, mivel ezt se csónakba és se púrázra nem lehet rákötni, valamiért elméleti szinten csak a csillébe lehet beleültetni, de hát mondanom se kell, hogy milyen nehéz így, mert ez repül össze, viszem egy idióta, és az egyetlen módszer az, hogy peca bottal ide-oda húzigáljuk, addig, amíg valahogy nagy nehezen egy csillébe be nem ül, de hát a hitboxa olyan kicsike, hogy egyszerűen nem tudom én, de alig jött össze. Azaz! Benne van! Vigyázz! Ne felrobbantson magát! A reakciónkból szerintem kiderült, hogy mennyi ideig próbálkoztunk vele. Aj, és hölgyeim és uraim, ebbe a tákolmányba befogtunk egy gáztot, teljesen hiszem. Másnap folytattam, szépen kiépítettem a szobáját, ahova be kéne majd húzzuk, megcsináltam a vasút irányát, hogy kb. Hogyan fog begurulni majd a helyére, mikor egyszer csak valahogy rá akartam terelni a sínre, és ez történt.
Ne. Jöhetett a következő gázt, amit szintén ugyanúgy próbáltunk belehúzni valahogy abba a csillébe, de olyan nehezen jött össze, hogy az hihetetlen. Menj már ellentétes irányba, te szardra! De ne felém repülj! Gyere már! Gyere már! Esküszöm! Egy fejezt elrepülte, hogy a billentyűzetet vágjam a pofádba! Miért laggoli? Konkrétan folyamatosan törtek el a pecabotok, nem akart egyszerűen beleülni, és amikor nagy nehezen megint beleült volna... Én ülök bele, érted, a csillébe? Nem, a csill... Mi? Most tényleg magyaráznom kell, hogy megint ez is mennyi időbe tett. Nézzétek meg, hogy néz ki az egész szerver, minden szét van itt robbantva. Nem ül bele, gyere már, és eltörik ez is. Benne van, jó, benne van, elindult. Oké, megint sikerült beletenni, de valamit megint elszámoltunk. Jó, a helyem. Nem! Mi? De ez most mi? Mibe? Mondd el! Magyarázd el, hogy mibe rendesen begurul. Foggalmam sincs, hogy hányadik gázpróbálkozás volt ez a kijelzőn, valószínűleg látjátok, de ismét megpróbáltuk, rohadt nehezen valahogy beleültettük, és aztán elkezdett gurulni, és csak reménykedtük, hogy semmibe nem fog megakadni. Jó, bent van a helyén. Elméletileg bent van a helyén. Jó, most is van. Végre ott van a gázt, el sem hiszem, több óra szerencsétlenkedés után ott a helyén. Ezt a módot hivatalosan is megutáltam. Ezután jöhetett végre pár könnyű mód, mint például a magma kocka, ami amúgy is ide spannolt, szóval azt elég könnyen betettük a helyére. Jöhetett az államfutó, amit István viszonylag elég könnyen megtalált, csak le kellett craftolni egy ilyen gombás pecabotot, amivel szépen hazairányítottuk, azt ez is kész volt, semmi extra. Következett a Blaze, ami egy kicsit bonyolultabb volt, mivel ez nem követ, csak egyszerűen lebeg és tűzgolyókat haigál felé. A terv annyi volt, hogy csináltunk egy rohadt hosszú simpáját a Fortresshez, valahogy bele kell terelni a csillébe, azt hazáig gurul. Jó, az egyik belőtt, jó. Fasza. Jó pár próbálkozás után valahogy ez is elindult. Megvan a Blaze is. Végre. Következő a Viter csontváz, ami szintén ok nélkül kerget. Valahogy ezt is egy csillébe belecsaltuk, és ugyanazon a simpáján, amin hazament a Blaze, ezt is elküldtük. Vagyis hazaküldtük. Megvan a Nether kollekció. Én azt mondom, a Nether soha többé nem akarom látni. Nem sokkal később Zumi vándorolt és talált slime-okat. Kérdés nélkül lecsapott rá, mert elég ritkának számítanak. Jó, ez nem a legkisebb is belemen. Nice. Több ezer blokkra volt az otthonról, ezért Nether portál segítségével. Jócskán lerövidítette az utat, de a lényeg, hogy hazahozta ezt is. Most azért egy kicsit profi módon. Hát nem csodálatos egy mobot bezárni a saját taknyába, te úgy, de hát mindjárt megzabálom olyan cukort alatt. István megtalált ezt a vízi templomot, amiben két hiányzó mobunk még mindig benn van, amiből az egyik az rohadt idegesítő lesz. Na de először a kisebbik tesóját választottuk, amíg az óceán tartott, addig István csónakkal szépen hozta. Utána az volt a terv, hogy fúrunk egy hatalmas alagutat hazáig, megtöltsük majd vízzel, és így elméleti szinten biztonságosan haza tudjuk szállítani ezt a nagy darab harcsát. Úristen, mennyit ástunk, te jó ég! A terv az úgy néz ki, hogy bevált, ezt elsőre sikerült behozni, el se hittem. Ez is megvan, te. Milyen menőn néz ki, hogy be vagy fogva örök fogságba, mi? Na de jöhetett a nagy tesó. A terv annyi volt, hogy a templomtól csinálunk egy baromi hosszú vasutat, összekössük azzal az úttal, amin a delfint is hazahoztuk, és az elmélet csak annyi volt, hogy valahogy beletuszkoljuk egy csillébe, és ezen az úton hazáig kéne majd guruljon valahogy. Mert hogy ez a mob bányász fáradtságot ad, ami szerintem az egyik legidegesítőbb effekt, konkrétan se blokkot, se semmit nem tudsz ütni, amíg ez az effekt rajtad van. Ki, hogy mennyire idegesítőek vagytok, hihetetlen, nem lehet mit csinálni, na ez. Úgyhogy folyamatosan teljes vödröket kellett magunkkal hordjuk, hogy az effektet valahogy leszedjük, amíg megépítsük valahogy a básáját és kiszivattyúzzuk a vizet innen. Szivacsunk se volt túl sok, úgyhogy le voltunk eléggé limitálva és egy csomó időbe került. A végén valahogy nagy nehezen sikerült kiszárítani ezt az egészet és megépíteni a teljes vasutat. Aztán csak bele kellett valahogy tuszkoljuk a csillébe és Zuminek volt egy zseniális ötlete, hogy hogyan fog ez az egész elszállítódni. Mi? Ez nagyon szépen zakott át egész hazáig ez a szörny. A dolog a terv szerint halad, csak én le kellett lépek a szerverről, mert közben jött valami, de István és Zümi nagyon jó fej volt és nélkülem is folytatták. Zümi kitervelte, hogy hogyan fog lelandolni ide ez a gigantikus harcsa. Én innen nézem, hogy leesik és szétplocsan a földön. Elég szkeptikusan nézett ki a dolog, de a csillének köszönhetően nem volt fall damage, úgyhogy valahogy túlélte ez a szerencsétlen. Utána valahogy beterelték a kamrába, majdnem megölték konkrétan, de aztán valahogy nagy nehezen bedobozolták és élve maradt és egyszerűen bent volt. Végre. Na de, kedves nézők, három mob van hátra. Az egyik közülük a Warden.
Először is rájöttem arra, hogy elfelejtettünk csinálni neki egy saját kamrát, ezért egyik nap egy jó pár órát eltöltöttem azzal, hogy csináljunk neki egy profi helyet, minél legyen elizoláltabb a többi mobhoz képest, mert hát ez konkrétan minden élőlényt maga körül szétpusztít, úgyhogy ha minden a terv szerint megy, akkor ide lesz bezárva felül. Még szerencsé, hogy a régebbi videóból lementettem az Ancient City koordinátáját, szóval nem lesz olyan nehéz megtalálni újra a Vardennek az otthonát, kellett neked Minecraft Challenge idióta. Pontosan ezt csináltam, egy csomó erdőt kikapasztottam, a vizeken építettem hidakat, és aztán több ezer blokk múlva végre megtaláltam a csoda helyet. Végre, te úristen! Itt ki is léptem, ugyanis másnap újult lelki erővel fogtam neki az egészhez. Mivel a Warden bácsit se a csónakba és se a csillébe nem lehet betuszkolni, az egyetlen reális módszer, amit láttunk, az az, hogy kikehetetjük, azt hazáig kerget minket. Igen, több ezer blokkon keresztül. Érkezik. Jó, utánam is jönnek! Engem triggere! Jó, engem triggere! Ez hosszú út lesz, az a baj. Érkezik? Jaj, nagyon félelmetes mutatvány volt az egész, de lényegében terv szerint haladt a dolog. Az hittük már sose lesz vége, de egyszer csak végre a bázishoz közel értünk. Mikor egyszer csak elértük a lépcsőt, szépen terelődött felfele, de hát megtörtént. Nem látok semmit, olyan hülye sötétséget adott, semmit nem látok. Zümi elhalálozott, én megkaptam a bányászváradtságot és a sötétség effektet. Egy Warden kószált szanaszét a telken veszélyeztetve a többi mobot. Ez a helyzet bizony egyáltalán nem volt fényes. De hogy lő onnan is Sonicot? Gyere a másik oldalára. Rossz helyre raktam az üveget, a k***ba. Jaj, nehová esett le. De gyorsan Zümi visszaszerezte a cuccait, én meg a Warden megpróbáltam elterelni addig, és ismét megpróbáltuk ezt a lépcsős módszert, egyszerűen tereltük felfele, arra várva, hogy egy jó pillanatban Zümi és én is letegyük az üvegblokkokat, és örökre bezárjuk ebbe a kanyarát. Jöjjön be! Azaz, zárd be! Nice! Ben van a helyem! Meg van a helyem! Nem merek oda menni már! Szerintem mindjárt olyat kapsz, hogy a nyakad kiszakad. Mondom, né? Most kap! Ezen a ponton már nagyon ki voltunk fáradva, de még mindig kettő darab mob hátra volt. Az egyik közülük ez a nyugtancs, amit ilyen pillager outpostokban lehet nagy ritkán találni ilyen ketrecekben. Zümi azt mondta, hogy bevállalja és keres egyet, de több ezer, sőt több tízezer blokkon keresztül is repült, de nem talált sehol se új pillager outpostot. Nem létezik. Már... Amikor egyszer csak eszünkbe jutott, hogy az egyik régi túlélő videónkban találtunk egyet, és az elvileg Zümi bórázzal kikötötte valahova, koordinátát szerencsére lementettük, és mivel nagyon régóta nem jártunk ott, elméleti szinten nem diszponolhatott, mert a chunk nem volt betöltve. Itt van! Megvan! Úristen! Itt raktam le valahol! Itt van! Megvan! Nem mondod! Hozta! Nem! Na igen, ebből a reakcióból képzeljétek, hogy mennyit kereste ezt a szerencsétlen mobot. De a lényeg, hogy megvolt, a Nether tetején profi módon hazavitte, és a lényeg az, hogy egy mob van már csak hát, ami nem más, mint a Schalke. Azért hagytuk a végére, mert ezt az egyik legbonyolultabb hazavinni, el kell menni az Endbe, azon belül is egy End City szigetére, és azon belül is kell találni egy tornyot, ahol ezek a kis köcsögök vannak. Első feladat az, hogy a Chillébe be kell csalni, hogy ne teleportáljon össze-vissza. Utána megvolt a Chille, kellett építsük egy vasutat vissza a normál Endbe, ezt valahogy oda betereljük, azután még egy vasutat kell építsünk a kis portáltól a nagy portálig, ahova szintén, ha minden a terv szerint alakul, normálisan csak úgy bele kéne essen, és a rendes világba kipottyanjunk. Itt van! Jó. Nagy nehezen ez is megvolt, csak több ezer blokkra vagyunk ismét a telkünktől, mert a spawn pointot teleportál konkrétan a Schalke. A következő módszer az, hogy Nether kaput csinálunk, abba is valahogy betereljük az űrgét, azután a Nether tetején megint egy vasutat csinálunk egy másik portálig, precízen kiszámolva a koordinátákat, hogy majd a telki portálba jelenjen meg. Tudtátok követni a procedúrát? Mert őszintén én nem. Zümi számolta ki az egész. Hát nekem halványlag közöm sem volt az egészről, de a lényeg az, hogy működött. Hát most már csak az utolsó sínt kellett megépítsük, konkrétan a személyre szabott kamrájáig. Ne! Csak lögd már meg! Csak lögd már meg! Végre ott van a... El sem akartam hinni. Mind az összes 70 darab mobot befogtuk túlélő Minecraftba egy múzeumba. Szerintem ez volt életem egyik legnagyobb Minecraft projektje. Rohadtul elfáradtunk benne. Brutálisan sok idő volt ezt a videót elkészíteni, de ezzel együtt úgy érzem, hogy ezt a Minecraft Survivor sorozatunkat kimaxoltuk. Felépítettünk jobbról-balról hatalmas bázisokat, szinte mindenkinek megvannak a legjobb cuccai, farmok vannak, sárkányt már régig itteltük, és itt van ez a múzeum egyszerűen. Nem jó, hogy eljegyem, hogy kész van.
kész van! De viszont nem kell egyáltalán aggódni, mert bőven lesz még Minecraft videó, szóval nincs vége a Minecraftnak, csak maga ennek a túlélő sorozat. Itt most megjelent egy másik epic videó is, ami szintén remélem, hogy tetszeni fog nektek. Egyszerűen eszméletlenül hálás vagyok, hogy itt vagytok és néztek a videókat, mert hogyha ti nem lennétek, akkor ez a videó is nem lenne, amiért megjelenjen, és hát nem lenne, amiért csináljam, szóval tényleg örök hála, hogy eddig néztek a videókat ilyen hosszú időn át. Mire vársz? Kattints már rá videóra!